És ott van még egy kis box a kormányos köztem. Elsimon László az, aki a kormány első számú emberhelyzetben. Valamikor ő írta a 2008-ban az én programom kulturális fejezetét, tehát mi nagyon barátságban vagyunk. És kibontakozik egy megoldás, abban én nem nyugodtam és nem nyugszom bele, hogy a mi fővárosi színházaink között elosztandó tanpénzekhez ne legyen közünk, én ragaszkodom hozzá egyelőre, és az egyeztetés Elsimon Lászlóval nem zárult le, de két lehetőség is van, vagy a ide tartozó tanpénzt azt riasztjuk el továbbra is a színházak között, vagy pedig a létrejön egy bizottság, akkor ott főpolgármester helyettes asszony tagja lesz ennek a bizottságnak, és a Budapesti Színház pénzek elosztásánál az ő javaslata lesz a mértékadó. Megértem egyébként, szóval ott azért kétségtelenül voltak kétesnek látszó ügyletek a TAO pénzek elosztásánál, de én nem tudom azt az álláspontot osztani, hogy egyetemlegesen mindenki ennek a, hát nevezzük úgy, hogy korrekciós folyamatnak az áldozatává váljon, mert ez a mi színházainknak legalábbis a túlnyomó többségére nem igaz. Ezért is szólaltam meg, nem egy túl kellemes időpontban, de megmondom őszintén, mivel szóval Máté Gábor nekem nem nagy barátom, de azért nézzék meg, én a helyükön hagytam a Szabad-Erdő színház igazgatókat, gyakorlatilag szinte mindent, egybet lejárt a mandátummal. Azt nem szeretem, mikor fideszes politikusok magánéletéből pamfletteket gyártanak a mi színházaink, mert azt nem engedném meg még Gyurcsány Ferenc esetében sem, mert nem minden év valakinek a magánéletéből jópofáskodni kellene egy színház igazgatónak, nem lehet találták ki őket. De az az igazság, hogy amikor megszólalt ebbe az ügybe, fogcsikorgatva kénytelen voltam mellé állni. Azért mennyire van demokrácia, én Máté Gáborról kezdettük fogva azt gondolom, hogy kevés dologba egyeznek a nézeteink, de 8 év óta, illetve egy darabig még Rámbéki igazgató volt ott, ma is a helyén van, és most is ott maradt. Tehát itt ennyire nem működik a demokrácia, de kénytelen voltam igazat adni neki ebben, nem tudnak a színházak évadot tervezni pénzügyileg. Szóval a fogalmuk nincs róla, hogy most mennyi pénzt kapnak a TAO-ból, és milyen elvek alapján és mikor, akkor nem tudnak pénzügyileg tervezni, és az a színigazgatókat nagyon nehéz helyzetbe hozza, akiknek elméletileg nem az volna a feladatuk, hogy a forrásokra gondoskodnak, hanem az, hogy csinálnak egy jó színházat. Én csak azért bátorkodtam megkezdeni, amikor már Viktor miniszterelnök úr tetszett egy ügyben levelet írni. Tehát, hogy azért gondoltam, hogy esetleg most beszélgetek, akkor erről konkrétan. Szóval miniszterelnök úrral. Nem erőltettem miniszterelnök úrral, még előfordulhat, hogy fogom, ha Elsimon Lászlóval nem jutunk dőlőre, vagy a Laci nem jut dőlőre a kormánnyal, mind a két eset előfordulhat. Hát akkor kénytelen leszek megközelíteni a miniszterelnök urat, mert ebben egyelőre nem tudtunk maradni. Itt ebben a képzésben pillanatnyilag talán a fővárost érintő ügyek közül ez az egyetlen, amiben nincsen egyetértés. Most egyéb országos ügyekre ezt nem akarom kiterjeszteni, de a most bejelentett